a magyar embereket, a magyar dolgozókat, a magyar vállalkozásokat, vállalkozókat évtizedek óta sújtja az átláthatatlan, sokszor következetlen és ellentmondásokkal teli, lényegében rosszindulatú bürokrácia. Folyamatos bizonytalanságban vannak tartva az emberek, lényegében egy biztos, az, hogy a NAV vagy bármely másik hatóság tulajdonképpen bármelyik pillanatban lecsaphat rájuk és megbírságolhatja őket önkényesen, vagy hogyha egy bonyolultabb ügyet kell elintéznie az embereknek, akkor mindenféle mondva csinált akadályokat gördítenek eléjük, még ilyen papír kell, még olyan papír kell, de szerintem fogalmazzunk élesebben és beszéljünk úgy erről a problémáról, ahogy maguk az emberek beszélnek, tehát egyenesen szivatják az embereket. Nem csoda, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen társadalmi környezet a magyar kis és közepes vállalkozók, a magyar dolgozók, tehát a magyar emberek frusztráltak, elkeseredettek, mert te úgy látják egyszerűen, hogy hiába dolgoznak, nem tudnak egyről a kettőre jutni, mert a bürokrácia akadályokat gördít eléjük, és tulajdonképpen ellehetetleníti őket. Ellenben a globális nagytőkével, a globális nagyvállalatokkal szemben sokkal elnézőbb ez a fajta bürokrácia. Ezért hozta létre a Mi Hazánk mozgalom a bürokrácia ellenes hatóságát, és érkeznek is hozzánk a bejelentések, a megkeresések. Ennek szeretnénk egy szervezettebb formát adni, ezért ennek érdekében minden kedden délután 4 és 6 óra között a Mi Hazánk budai irodájában a Bartók Béla út 96 szám alatt fogadóórákat tartunk. Várjuk tehát mindazokat, akik érintettek a túlzott, rosszindulatú bürokráciában, akár csak javaslataik vannak, akár problémáik vannak, és mint a munkaügyi kabinet elnöke, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy természetesen várjuk azokat is, akiknek munkaügyi problémájuk van, vagy ehhez kapcsolódó a javaslataik, mert lényegében ez a két terület szorosan összefügg, ugyanis ez a két terület egyetlen egy réteget érint, ezek pedig a dolgozó magyar emberek.